nyilván most nincs mosoly az arcokon, hiszen negyedikek lettetek, de hogyha abból a szemszögből nézzük ezt a negyedik helyet, hogy sem elvárás nem volt a csapat felé ebben az évben a Final Four-ba jutás, illetve a szurkolók is ma a közös szurkolói összejövetelen azt mondták, hogy nekik már az is egy ajándék, hogy itt lehetnek Kölnben, akkor tudjátok ezt sikerként elkönyvelni? Hát először is, ha már a szurkolókat megemlítetted, akkor szeretnénk megköszönni nekik a támogatást, mert mi mindig most is fantasztikusak voltak. És úgy gondolom, hogy mindenki csalódott, mert ha már itt vagyunk a Final Four-ba, természetesen mindenkinek az a célja, hogy megnyerjük. Sajnálom, nagyon kicsi múlott, de bízom abban, hogy lesz még lehetőségünk javítani. Hát igen, úgymond siker, hogy kijutottuk a Final Four-ra, de igen, az nem volt cél. De nagyon büszke vagyok a csapatra, hogy idáig eljutottunk, idáig küzdöttünk, és menjünk tovább. Neked ez volt az első Final Four-od, hogyan élted meg ezt az egészet, az atmoszférát, a meccseket? Hát úgy gondolom, hogy minden gyerek álma az, hogy egyszer itt pályára léphessen, és ide eljusson. Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek, hihetetlen érzés volt, örülök, hogy lehetőséget kaptam, és igyekeztem segíteni a csapatot. Hát nagyon érzés 20.000 ember előtt játszani. Szerintem mindent megtettünk azért, hogy győzzünk. Nem úgy sikerült, jövő év sokkal erősebb lesz, és jobban fogunk küzdeni. Ez így most sikerült, menjünk tovább. Ugye az első fél időben adott nektek lehetőséget most Momir Ilić, és hát gólt is lőttél. Milyen volt az első gólodat meglőni a Final Four bronz meccsen? Nagyon örülök neki, hogy Momo adott játék lehetőség. Nagyon jó érzés volt ilyen csapat ellen játszani, és gólt is tudtam szerezni. Örülök neki, ez a plusz motivációm, hogy azért kézilabdázok, és hogy tudok játszani még nagyon sokáig 20.000 ember előtt. Ugye az első fél időben küldött pályára Momir Ilić, és hát szinte azonnal gólt lett, és szerintem abban a pillanatban nem volt nálad ember abban a csarnokban, akinek szívesebb lett volna a mosoly az arcán, hogy élted meg azt a gólt? Igen, hát nem is tudtam igazából, hogy hova lőm, olyan adrenalin volt bennem, hogy tényleg nagyon örülök, hogy bement. Ez volt a célom. Köszönöm Lékai Mátének a paszt, mert ugye tőle kaptam. És talán még az én gólomnál is jobban örültem Zoránénak. Örülök, hogy ő is betalált és sikeres volt. Ugye a te gólod után pont Lékai Mátével lementétek cserébe, és meg is ölelgetett, mondott is valamit neked? Hát ő is nagyon örült, hogy gólt lőttem. Tényleg mondta a meccs előtt is, hogy ha lehetőséget kapok, akkor neki az a célja, hogy én is gólt lőjek, és örülök, hogy ez így alakult. Szerinted mi múlt most? Most nem a hetesekre gondolok elsősorban, hiszen a mérkőzésen 3-4 góllal vezetettek egészen az utolsó 10 percig. Mi múlt az, hogy a végén a Kiev visszajött ebbe a meccsbe? Hát az első... Vagyis első fél időben nagyon jól játszottunk. A második fél időben kicsit a védekezés sem volt a gondunk, meg nem volt kapus teljesítményünk. A második fél időben vége fele visszajöttünk, utána ugye hetesek. Hát ezt nagyon nehéz megmondani, igazából mindkét meccsen kidolgoztunk egy kisebb-nagyobb előnyt, és valahogy a második fél idő második felére elvesztettük. Most így hirtelen nem tudom megmondani, hogy mi döntött. A hetes párbajt meg sajnálom, hogy így alakult, de ez ilyen, ott tényleg van. Egy ilyen kis momentumon múlik minden. Most a Kielnek állt a zászló, de bízom abban, hogy legközelebb majd mi fogunk győzelmeskedni. Mit viszel magaddal haza ebből a Final Four-ból, akár tapasztalat, akár élményt említett? Hát hatalmas élmény tényleg itt 20.000 ember előtt játszani. Ezt a hangulatot sosem fogom elfelejteni, és örülök, hogy részese lehettem ennek, és azért fogok dolgozni, hogy minél több Final Four-ra részt tudjak venni. Nagyon jó volt. Hát igen, szomorúak vagyunk, hogy ugye negyedik helyen végzettünk, de kedden már csatlakozok a válogatotthoz, és akkor ugye Európa-bajnokságra megyünk ebbe évet.